Folytatjuk is a startot tehát, háborús online lapszemlénkre Tamás már az imént utalt, úgyhogy akkor mutatnám is önöknek azt az első hírt, amit a Magyar Nemzet oldalán találtam, mely szerint nagy port vert fel Ron DeSantis ukrajnai háborúról tett kijelentése, aki egyébként floridai kormányzó és maga is volt korábban katonatiszt, mégis úgy apostrofálta ezt az eseményt, mint egy területi vita, amelyen természetesen az ukrán fél felkapta a fejét, ezáltal meg is hívták egyébként azonnal Ukrajnába, hogy nézzen szét a környékén, hogy ezt valóban csak egy kis területi incidensnek gondolja, vagy ténylegesen háborúról van ez szó. Természetesen ebbe a helyzetbe beszállt Donald Trump is, aki ugye lereagálta az eseményeket, és tudjuk róla, hogy korábban egyébként úgy fogalmazott, hogy a személyiségem mentett meg minket a háborútól, ahogy azt korábban is elmondtam, amennyiben én lennék az elnök, úgy Vlagyimir Putyin nem támadta volna meg Ukrajnát. Ez azért érdekes, mert DeSantisra mondják azt, hogy az egyik kihívója lehet majd például Donald Trumpnak, tehát az is látszik, hogy megkezdődtek most már, mondjuk úgy, hogy a kampány első lépését láthatjuk, hogy ki milyen irányba szeretné majd a politikáját terelni. Utaltunk már, tegnap is szó volt a lelőtt drónról, ugye, amit az oroszok a Fekete-tenger fölött az amerikai drónt lelőtték, továbbra sem csitulnak a kedélyek, pedig tegnap arról beszéltünk, hogy mindenki próbálja ezt azért mégiscsak békés úton rendezni, semmiképpen sem beszélnek szándékosságról, de az is biztos, hogy égett a forró drót Washington és Moszkva között, ahogy például a Portfólió egyik cikke olvas. Természetesen erről az aktualitás fogunk is perceken belül szakértőnkkel beszélgetni. A Népszava oldalán találtam még egy cikket, ami figyelemre tartott számon, mert hogy van egy Twitter bejegyzés, egy korábbi moszkvai tudósító jóvoltából, aki azt mutatja meg, hogy hogyan képezik ki a kisiskolásokat a megszállt Krím félszigeten. Hát ha elindul a bejegyzés, akkor meg tudom mutatni, mindjárt meglátjuk. Ha nem, akkor pedig csak mondom, hogy ezen a videón azt látjuk, amit itt mellettem önök is érzékelhetnek, hogy a fiatalok milyen gyorsan és milyen szakszerűen szerelik össze ezeket a fegyvereket. Hát nem tudom, hogy hányan szeretnénk egyébként így látni a gyermekünket. Én mégis úgy érzem, hogy ezek szomorú képsorok, döbbenetes, hogy egyébként úgy tűnik, hogy tananyag már ez is az iskolákban. Mert hogy a sorozásról is lesz természetesen szó, ez is egy aktuális kérdés a háború folyamán, már is folytatjuk. Drónok segítségével végzik a munkájukat az ukrán felderítők a kelet-ukrajnai Luhansk megyében Kreminnánál. Az ukrán védők egyre több orosz katonával, illetve fegyverrel néznek szembe, és szerintük a megszállók egyre agresszívabbak is. Agresszívabbak az oroszok a Fekete-tenger fölött is, ahol ilyen MQ-9 típusú amerikai felderítő drónnal ütközött egy orosz vadászgép. Az orosz hadügyminisztérium szóvivője azt mondta, hogy a vadászgépek nem használtak fegyvert, de még csak nem is érintkeztek vele. Közben kijevi közlések szerint a 93-as ukrán dandár lelőtt egy orosz Su-24-es vadászbombázót Bakhmutnál. Idén ez már a második ilyen típusú orosz katonai repülőgép, amelyet az ukrán hadseregnek sikerült lelőnie. No hát kíváncsian várjuk, hogy mit mond szakértő vendégünk az éppen imént látott bejátszásokról, ezekből milyen következtetéseket vonhatunk le. Csiki Varga Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpont munkatársával beszélgetünk. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Szóval kezdjük talán azzal, amit hát elég drámai volt még az online hírekből emelt ki, vagy be ide, Anita, hogy már gyerekeket is képeznek ki az oroszok. Mennyire lehet fogytán ott is az emberi erőforrás a háttérben? Ugye a toborzásokról hallottunk, hogy milyen módon próbálják börtön viselt emberek és feltölteni a haderőt. Lehetséges, hogy Oroszország tartalékai sem kimeríthetetlenek e tekintetben? Ez a hír elsősorban két vonatkozásban fontos. Az egyik az a Krím önmagában, ahol... Tehát a helyszín, ahonnan származik, igen. Így van, ahol az orosz hajkú lakosság, ha és amennyiben sor kerülne valamilyen perspektívikus ukrán támadásra, akkor ott a lakosságnak is elképzelhető, hogy bizonyos, nevezzük itt területvédelmi feladatai lennének. Ebben nyilván nem a gyerekek lennének az első vonalban, de mondjuk úgy, hogy a felkészülést ezt tükrözi. A másik pedig általánosságban ugye annak a létkonfliktusnak a kontextualizálása, ami az orosz narratívában megjelenik. Egyébként ezt én nem tartom reálisnak, mert Oroszország Ukrajnában nem a saját létezéséért küzd, viszont a társadalomnak a mobilizálását azt ezzel jól tudják
intézni. Ilyen értelemben a gyerekek szempontjából ez sokkal inkább az önvédelemről kell, hogy szóljon, vagy arról, hogy arra készül Oroszország, hogy fel fog nőni egy generáció, akár úgy, hogy tart a háború, vagy lehet, hogy egy újabb háborús helyzet lesz kialakulóban, és akkor ők lesznek azok, akik majd behívhatóak a frontra. Hát azt látjuk a történelem menetében az elmúlt évekből, hogy a nagyhatalmi konfliktusok esélye szépen növekszik. És mondhatjuk azt, hogy egyébként, ahogy Európa egyes államaiban is a területvédelemnek, a tartalékos erőknek egyre nagyobb szerepet adnak, tehát a társadalom felkészítése zajlik, ez egyébként más országokban, így Oroszországban is elkezdődött. Viszont ha már arról beszéltünk, hogy itt a nagyhatalmak konfliktusáról lehet szó, hát ez a bizonyos repülőgép konfliktus, illetve a drónnak az orosz vadászgép általi levadászása, mert mondjuk úgy, ha azt meg, hogy véletlenszerű volt a dolog, de és nem szándékos, de mégis azért egyfajta konfliktus, és ilyenre régóta nem volt példa. Ez hova vezethet? Vezethet-e valóban a két nagyhatalom közötti közvetlen konfliktushoz, ahogy sokan hát a harmadik világháború rémével is fenyegetnek, vagy azt látják esetleg a jövőben? Ilyen messzire semmiképpen nem mennék. Nem hiszek a véletlenekben ilyen szempontból, tehát az, hogyha egy amerikai felderítő eszközt ilyen fizikai behatás ér, és az amerikaiak azt mondják, hogy üzemanyagot engedtek rá a gépre, illetve valamilyen mechanikai sérülés is érte, akkor az semmiképpen nem lehet véletlen. Viszont az oroszoknak ez a típusú, nevezzük is zaklató tevékenysége, és az amerikai légierőnek, illetve a haditengerészeti erők esetében is megvalósult 2014 óta számos esetben. Tehát ezek mondjuk úgy, hogy ismert, nem túlzottan felelős, de ismert jelenségek. Tehát az is igaz azért, ne legyünk képmutatóak, vagy gondolom az amerikaiak részéről talán képmutatásnak számít az, hogy végülis azért miért van ott egy felderítőgép, nyilvánvaló háborús célokkal, vagy háborúval kapcsolatos mozzanatokat megfigyelendő, taktikai, stratégiai szempontból van jelentősége, egyfajta titkos információ szerzésre, vagy nem is tudom, nem is annyira titkos, mert hát nyilván észrevették őket, törekedtek. Tehát azért nagyon nem meglepő, nem, hogyha egy amerikai gépet, még ha nemzetközi vizeken is, de ugye tudjuk, hogy az oroszok azt a térséget, azt a saját, hogy is mondják, most ez a felvonulási területnek tekintik, vagy a hát különleges műveleti területnek, igen. Igen, az ő úgynevezett különleges katonai műveletükhöz kijelöltek egy olyan légteret és területet, amit hát saját ellenőrzés alatt lévőnek deklarálnak. Önmagában ez egy ilyen szürkezónás történet, hiszen ezt, ahogy egyébként a Krím annexióját is, ugye nem fogadja el a nemzetközi közösség, és az amerikaiaknak pont ez egy fontos cél, hogy deklarálják, hogy nincsenek ilyen nagyhatalmi zónák, amit valaki önhatalmulag ki tud jelölni, és oda más nem mehet be, ha ezek nemzetközi területek. És az üzenet az nem csak Oroszországnak, hanem Kínának is szól, ugye a dél-kínai tenger és Tajvan térségében. A Pentagon szóvívője ugye pont úgy nyilatkozott ennek kapcsán, hogy egyébként ezek a felderítő drónok már az orosz-ukrán háború előtt is jártak ebben a térségben. Így van, az amerikai jelenlét ilyen szempontból a NATO légtérvédelem kapcsán is folyamatos, és a 2000... Tehát nem szokatlan ez az eset, mégis abszolút ők úgy gondolták, hogy gyanús lehet ez a drón. Kiváltó oka is ez, nem? Hogy egyre közelebb kerültek a NATO csapatok, felderítő erők, és egyáltalán Ukrajna NATO tagsága esetén pedig közvetlen az orosz határig kerülhetnek NATO haderők, ami ellen talán érthető az oroszok reakciója, talán nem ilyen mértékben, sőt, hát nyilvánvalóan nem ilyen mértékben, hogy háborút indítsanak emiatt. Hát ugye az, hogy a nagyhatalmak egymásnak a katonai tevékenységről milyen információkkal rendelkeznek, az kulcsfontosságú. Azt, hogy ez a hírszerzési tevékenység mivel zajlik, az pedig esetfüggő. Tehát az, hogy drónokkal mondjuk egy konfliktuszónában jelen van az Egyesült Államok, az abszolút egy érthető, amennyiben ez a saját katonai érdekeit szolgálja, ugye a szövetségeseinek az érdekeit szolgálja. De egyébként, ha Oroszország katonai képességeiről, tevékenységeiről, csapatmozgásáról akarnának szimplán információt gyűjteni, azt műholdak az amerikaiak meg tudják tenni. Tehát itt van egy nagyon komoly aszimetria abban, hogy az amerikaiak mennyivel komolyabb képességekkel rendelkeznek, mint például Oroszország. Dmitri Peszkov, elnöki szóvívő úgy nyilatkozott az orosz-amerikai kapcsolatokról, hogy mélyponton és nagyon siralmas állapotban van. Ugye mi tegnap is beszéltünk róla, hogy felröppentek azok a hírek, és most már több kormány is, és a képviselők, a politikusok is azt szorgalmazzák, hogy a béke irányába egyébként Oroszország és Amerika tud elindulni, tehát nem is még csak Ukrajnán fog múlni ez a dolog, de hogyha ennyire mély ponton van, akkor ez hogyan tudna megvalósulni? A kettőt azt mindenképpen érdemes árnyaltan kezelni. A háborúban Ukrajna és Oroszország vesz részt, nem az Egyesült Államok. Az, hogy nagyhatalmi szempontból az Egyesült Államok és Moszkva tárgyal
valamiről, és ilyen biztonság és bizalom erősítő intézkedéseket egyébként lehetne folytatni és kialakítani, mint ahogy pont azt látjuk, hogy évek óta felszámolják az elmúlt 20 évben ezeket a keretrendszereket, egymás katonai tevékenységének például az ellenőrzésére vonatkozó úgynevezett nemzetközi rezsimeket, tehát ezt meg lehetne fordítani egyébként az ukrán háborútól teljesen függetlenül is. Az, hogy maga a háború és abban az amerikai szerep az hogyan nyilvánul meg, és ők nyomást helyeznek-e Ukrajnára, hogy ne akarjon annyira harcolni, az azért nagy mértékben attól is függ, hogy Oroszország ezt az agresszív tevékenységet fenn akarja tartani. Szóba került már a dél-kínai tenger és Tajvan, illetve Kína szerepe, és hogy hát az amerikaiaknak ott is van, vagy lehet, vannak szándékaik, és lehetnek kötelezettségek, hogy esetleg ott a konfliktus helyzet jobban kiéreződik. Az mennyire befolyásolhatja majd itt az ukrán-orosz fronton zajló eseményeket, illetve az amerikai támogatások mértékét? Tehát kifáradhat-e, kifulladhat-e az amerikai lelkesedése és anyagi és hadi anyaggal való támogatása az ukránok fele, hogyha Tajvan környékén a konfliktus éleződik, és oda kellene majd összpontosítaniuk? Hát az amerikai stratégia és a katonai tervezők évek óta foglalkoznak ezzel, és az amerikai hivatalos tervekben és dokumentumokban is 2018 óta szerepel az, hogy ha és amennyiben kialakul egy nagyhatalmi konfliktus a dél-kínai tenger térségében, Tajvanon, nyilván a kínai népköztársasággal, akkor ott az amerikaiaknak milyen kötelezettségeik vannak. Ugye védelmi és biztonsági együttműködési megállapodásaik vannak több állammal a térségben, és a legrosszabb forgatókönyv ilyen szempontból egyébként amerikai oldalról az lenne, hogyha a két kihívó, tehát Oroszország és Kína egyszerre két térségben, Európában és a Távol-Keleten próbálná tesztelni az amerikai szövetségi rendszert. Fenyegetnek a veszélye, lehet egyfajta ilyen összehangoltság Kína és Oroszország között, vagy véletlenszerűen alakulhat így a dolog? Nyilván véletlenekben továbbra sem hiszek, tehát azt gondolom, hogy ha lenne, akkor összehangolnák, viszont az amerikai hírszerző közösség 2027 előttig nem nagyon látja azt reálisnak, hogy Kína olyan katonai képességekkel rendelkezne, amivel meg lehet ezt érdemben próbálni. De hát nagyon sok minden a komoly kiterjedt háborús küszöb alatti szinten történhet ebben a térségben is. De hogyha az megtörténne, hogy mondjuk Amerika tekintete arra a területre terelődik, és ott a fókusz, akkor kevésbé fogja tudni Ukrajnát támogatni, és akár akkor az orosz-ukrán háborút is eldöntheti? És az, hogy milyen mértékben köti le az erőiket a mostani, tehát csak a költségeket nézzük, itt 10 milliárd dollárokról beszélünk, hogy milyen mértékben osztja meg, vagy vonja el az anyagi és hadi erőforrást az amerikai összköltségvetésbe, hadi költségvetésbe. Ukrajnát, mert mondjuk kínai térségre figyelnek sokkal jobban, és számukra mondjuk az bír nagyobb súllyal és erővel, akkor az viszont az orosz-ukrán háborút döntő mértékben képes-e befolyásolni. Hát a prioritási sorrend az egyértelműen az ázsiai csendes-óceáni térség az Egyesült Államoknak, viszont perspektívikusan időben az távolabb van, hogy ott komoly konfliktus feltételezzenek. Egyébként az európai szerepvállás, az ukrán haderőnek a támogatása az olcsó, relatíve olcsó az amerikaiaknak. Nagyságrendileg 50 milliárd dollárról beszélünk mondjuk a katonai eszközökben nyújtott támogatás szempontjából, és ez az amerikai éves védelmi költségvetéshez nagyságrendileg 800 milliárd dollárhoz még nem ér el a 10%-ot sem. Tehát ez egy olcsó eszköze annak, hogy az orosz a hagyományos katonai fenyegetésnek a szárazföldi elemét, azt meg tudják gyengíteni. Hát relatíve olcsó, ugye, mert azért nagyon drága, ugye csak ez a most lezuhant drón is ugye 32 millió dollár volt a hírek szerint az értéke. Aztán más kérdés, hogy mit, hogy milyen gyártói vagy kereskedelmi áron áraznak be, de valóban az, hogy ez az amerikai hadiköltségvetés 10%-át sem elérő összeg, amit eddig a háborúra költöttek Ukrajnában, az lehetséges, hogy azt jelenti, hogy nem is olcsó, de megírja olyan szempontból, hogy tesztelik egyrészt az oroszok ellenálló képességét, másrészt pedig a saját korszerű technikáikat is. A minden igaz, itt az öngyilkos drónokkal kapcsolatban vannak egészen új fejlesztések, amit csak itt vetettek be először élesben. Igen, ugye az amerikai védelmi költségvetés egyébként speciális, tehát ha az összeget, az 50 milliárd dollárt akarjuk máshoz mérni, akkor ez mondjuk Nagy-Britannia védelmi költségvetésével megegyezik. Tehát európai kontextusban azért ez egy komoly összeg, és valóban van egy olyan eleme is a mostani konfliktusnak, mint egyébként majdnem minden háborúnak, hogy a modern technikát tudják tesztelni. A Switchblade amerikai drónok különböző verziói, ember, illetve harcnyelmi elleni verziói például olyanok, amit korábban ismereteim szerint más konfliktusban még nem vetettek be tömegesen. Ezek eldönthetik a háború sorsát? Nyilván befolyásolják, de hogy olyan mértékű technikai fölényt tudnak jelenteni, nem csak ezek, az összes többi technika is, amit ad a NATO, illetve az Egyesült Államok az ukránoknak, hogy az orosz létszámbeli fölénnyel szemben talán mégis győzelemre viheti az ukrán erőket?
Hát az elmúlt egy évben abból a szempontból mindenképpen döntő volt, hogy Ukrajna ki tudott tartani, tehát nem szenvedett katonai vereséget, és meglátjuk, hogy az a sokat emlegetett és várt, vagy nem várt ukrán ellentámadás, amit tavasz végére, nyár elejére említenek, és valóban a legfejlettebb nyugati technológiára, harckocsikra, páncélozott járművekre kellene, hogy épüljön, az megtörténik-e. Ha megtörténik, ott megint láthatunk egy ilyen minőség-mennyiség konfliktust. Mondjuk mennyivel szoríthatják akkor vissza a frontot, az oroszokat? Nem tudom, hogy ez minőség, mennyiség vagy távolságon múlik-e, vagy akár teljesen eldőlhet ez a tavaszi időszakban? Ezzel azért óvatos lennék már önmagában becslésként is, mert az, hogy hol lesz ez az offenzíva, az még egyelőre találgatások kérdése. A legvalószínűbbnek egyelőre azt tekintik, hogy az aporizsiai, tehát a déli front szakaszon délfelé, Melitopol felé megpróbálják elvágni ezt a orosz terminológia Novorossziának nevezett földterületet, és a Herszon felé lévő területről az oroszokat valamilyen formában kiszorítják a Krím felé. De azért ennek a megvalósítása az egy nagyon komoly katonai feladat, és ráadásul ott, amíg a betörés zajlik, tehát a frontnak az áttörése és dél felé való haladás, addig az ukránok gyakorlatilag két oldalról két tűz között lesznek. Tehát ennek a megvalósítása katonai értelemben azért nagyon komoly erőforrásokat igényelne. Csiki Varga Tamás, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk, segített megérteni az ukrán fronton történt eseményeket. Köszönjük szépen.